Itt vagyunk a Vall Ádám kiképzőbázison, ahol a hajduk és a gidránok igen erősen belekezdtek a napba. Nézzük meg közelebbről, hogy mit csinálnak a lőtéren a Bocska István 11. páncélozott hajdu dandár katonái. Zászlós úr, kérlek, áruld el, hogy a mai lőtéri gyakorlat lényege igazából konkrétan micsoda? Egy több hetes szakalapozó felkészítés utolsó fázisánál tartunk, ahol a héten itt kint Hajdúhatházon éles lövészetet hajtanak végre a lövészalegység kijelölt állománya. A felkészítés végére pedig már el fogják kérni a készségszintű fegyverkezelést, mind nappal, mind pedig éjszakai körülmények között hajtunk végre lőgyakorlatot. Te miért választottad ezt a gyönyörű hivatást? A sorkatonaság ideje alatt nagyon megtetszett ez a légkör, amit befogadott, és nagyon sok olyan barátom lett, aki eleinte még csak bajtás volt, majd később barátokkal alakultunk át. Most pedig már nem is tudom elkérni az életemet a honvédség nélkül. Páncélozott hajdudandárnak kifejezetten jól áll egy nagyon komoly vas, hát nem? Nézzük meg, mit tud a lőtéren a kárgusztát. Egy svéd cég által gyártott Saab páncéltörő fegyver, ami a modernkori változata már az RPG-7-es kézi páncétörő fegyvernek, harcszáművek, illetve fedezékek, bunkerek megsemmisítésére az eszköz kitűnően használható. A fegyverről annyit kell tudni, hogy egy 84 mm-es 7,6 kg, több optikával van ellátva, lézertávmérő távolságot is tud mérni, illetve különböző rakétatípusok vannak hozzá rendszeresítve. Nagyon kezelőbarát, figyeltek arra, hogy a súlyát, illetve a pontosságát is maximálisan úgymond egy csúcs technológiához alakították ki. A katonák nagyon meg vannak vele elégedve. És mi az, amit esetleg az újonnan bevonulóknak tanácsolnak? Egy élő példa vagyok arra, hogy az életemnek több mint a felét már itt töltöttem a Magyar Honvédségnél. És nagyon sok élményt, nagyon sok tapasztalatot szereztem, amit a civil életben is tudok kamatoztatni. Nagy fiam most épp a Prince programban a harmadik hetét tölti, hogy őt is sikerült meggyőznöm, hogy katona legyen. Nincs lendületben a sereg epizód 175 kihívás nélkül. Nézzük, hogy a hajdudandár hogy fogja teljesíteni ezt a kihívást. 175 négy ütemű fekvőtámasz, 175 felülés, és mivel húzózkodásra nincs lehetőségünk, ezért 175 kitöréssel váltják ki ezt a feladatot. Zászlós úr, készen állnak? Készen! Pálya az önöké, rajta! Oké, fekvő bele! Egy! Kettő! Kettő! Három! Három!